Nem véletlen döntöttük úgy, hogy a mai nap csak fehér borokról szóljon, hiszen a Valentin naphoz kapcsolódóan nyilván egy kicsit át kell értékelni a borok kínálatát, és nem biztos, hogy a testes nehéz borokról kell, hogy szóljon, és ezért döntöttünk úgy, hogy csak fehér borok és tokai borok és a véres pincészettel. A konyhából érkezett üdvözlőfalatként egy roskenyér szívecske, amin egy borjú sajt volt, eperszívvel és egy kis epres vinigrettel, hozzá párosult a béres tokai házlevelőnek a pezsegő névre hallgató pezsgője, egy nagyon kellemes, szép kis friss pezsgő. Előételként egy datojás nyúlpástétom érkezett libomáj brülével, amihez a dióskút házlevelőt prezentálta a béres szőlőbirtok. Aztán következett egy fehér paradicsomkrémleves, egy szárított paradicsomos krisszinével, ehhez pedig egy omlás furmintot kapott a vendég. Álljunk meg egy pillanatra ennél a paradicsomlevesnél, aminek a színe általában piros szokott lenni, de ezért most fehér volt. Hogyan csináltátok ezt? Ez egy piros paradicsomból készült paradicsomleves, ami ugye úgy készül, hogy a paradicsomot egy forrásban lévő lobogó vízben bele kell tenni egy néhány másodpercre, egy vékony kis keresztet a paradicsomra rárajzolni, ezáltal a hő hatására a forró vízben a paradicsom a héját, bundáját ledobja. Gyorsan ki kell emelni, egy jeges vízbe lehűteni, lehúzni ezt a héjat, és ezután pedig a paradicsomot szépen fölkockázni, földarabolni a húsával együtt, és egy 24 órára a hűtőbe fölakasztani, és hagyni, hogy a benne lévő levek a paradicsom léhez kicsöpögjön, és ez egy teljesen tiszta és áttetsző levet képez. Az a legjobb, hogyha egy ilyen szép fehér patyolat fehér gézben, de ha az nincs, akkor egy nyugodtan egy tiszta és új harisnyanadrágot is lehet erre a célra alkalmazni, minden további nélkül. Utána pedig egy kevés szárnyas alaplével, egy húslével fölönteni, fölforralni, majd tejszínnel és vajjal legírozzuk, montírozzuk. Ezután következett az est fénypontja, a főétel, ami borjúból készült. A főétel az a borjú hercegnőmódra volt, külön választottuk a komponenseket és külön listáltuk. A borjú szőzet ugye egészben sütöttük meg, és csak egy formára vágtuk, amit ráhelyeztünk a csicsókapürére, mellé tettük, illetve ráhelyeztük a libamájat, mellé a gombát mornimártással bevonva, és emellé tálaltuk még a csirág felfújtat. Végül jött a desszert. Egy nagyon szép desszertet tálaltunk, úgy gondolom, hogy illőképpen a tokai aszújt putonyos megkoronázásához egy gesztenyés desszertet, egy rétes, rakott rétes, ha úgy tetszik, egy gesztenye musszal, a tetején egy karamellizált gesztenyével és földéperrel tálaltuk.